Továbbra is hiányolják a 6 évvel ezelőtti rendőri túlkapások miatti vádemeléseket jobbikos politikusok. Gaudi Nagy Tamás azt mondta, az ügyészségnek alkotmányos kötelezettsége, hogy kivizsgáltassa, illetve a törvényi feltételek fennállása esetén vádat emeljen a bűncselekmények elkövetőivel szemben. Dukán Dániel műegyetemista diákként tartott hazafelé albérletébe, amikor 2006. szeptember 20-án éjjel rohamrendőrök teperték le a Blaha Lujza téren. Azzal vádolták, hogy ellenállt a hivatalos intézkedésnek. Első fokon 2,5 év letöltendő börtönre ítélte a Vasvári Csaba vezette bírói tanács. Az egyik rendőr azt állította, hogy jobbkezes alsó dobással füstgránátot, a másik, hogy jobbkezes felső dobással követ dobtam, holott nem dobtam semmit és balkezes vagyok. Dukán Dánielt egykori 56-osok az Egyesült Államokba menekítették. Mivel azonban a fiatal férfi biztos volt ártatlanságában, 1 év után mégis hazatért. Másodfokon 2 év felfüggesztett börtönt kapott. A semmiségi törvény ellenére számára csak a pótmagánvádas eljárás maradt. Jelenleg még mindig az igazságtétel elvarratlan szálait kutatjuk. 6 évvel a rendőri túlkapások után jobbikos politikusok ismét azt követelték a Legfőbb Ügyészség épülete előtt, hogy emeljenek vádat azok ellen a rendőri és politikai vezetők ellen, akik felelősek a szemkilövésekért, az önkényes bebörtönzésekért és a tömeges bántalmazásokért. Nem csak valóban tartsd, jó? És egy kicsit majd közelebb esznek. Csak így karnyújtást nyilván, mert ez nagyon messze van nekik. Hát igen. No, hát akkor szeretettel üdvözlöm a sajtó képviselőit. Egy olyan sajtótájékoztatón vagyunk, amelynek nem kellene lennie, jogszabály szerint, hiszen 6 évvel vagyunk a véres 2006 őszi események után, amikor a rendőri erők megengedhetetlen brutalitással támadtak magyar emberekre. Jelenleg még mindig az igazságtétel elvarratlan szálait kutatjuk, és azért vagyunk itt, hogy követeljük, hogy emeljenek vádat azon rendőri vezetőkkel szemben és politikai vezetőkkel szemben, akik felelősek szemkilövésekért, az önkényes bebörtönzésekért és a tömeges bántalmazásért, kínzásokért, büntetés végrehajtási intézetekben, fogdákban, köztereken. Mindez, ami történt, véres dráma volt, és tűrhetetlen, hogy az ügyészség, amelyről most itt állunk, a Legfőbb Ügyészség, immáron már több mint 2 éve, sőt több ügyben már több mint 2 éve nyomoz, és egyelőre még el sem jutott oda, hogy vádat emeljen. Gergényi Péter volt budapesti rendőrfőkapitány, illetve Bene László volt országos rendőrfőkapitány ellen, nem beszélve Gyurcsány Ferencről, akiről a Balsai jelentés a terrorcselekmény elkövetésének lehetőségét is felvetette. Mi ezért Morvai Krisztina parlamenti képviselőtársammal és jogvédő hajtársammal előkészítettünk egy olyan beadványt, amit most át fogunk adni a Legfőbb Ügyészség képviselője részére, amelyben a vádemelés szükségességére mutatunk rá, és ezt szeretném most önökkel így röviden megosztani, összefoglalni, illetve majd szeretnénk az elvaratlan szálak között megemlékezni Budaházy György esetéről, akinek a tárgyalása éppen ott zajlik a fővárosi törvényszéken, és nem tud itt lenni, mert nem engedték, most is még zajlik a tárgyalás, mi szerettük volna, úgy beszéltük meg, hogy itt tud lenni 4 órára, nem engedték most, hogy kijöjjön, de ez is abból az időszakból származik, illetve itt van Dukán Dániel nevezett fiatalember, akit kérem, hogy majd jöjjön ide, amikor majd ő nyilatkozik. Az ő ügyében egy koncepciós elítélés történt, és nem semmisítették meg mai napig az elítélését, tehát az igazságtételnek ez a lába is elmaradt, illetve a héten volt olyan kártérítési tárgyalás a Nádor utcai tüntetők ügyében, akik ügyében még szintén nem történik a kárrendezés. Tehát nyitottak a kérdések, és akkor most így megosztjuk önökkel ennek a feljelentés kiegészítésnek, mert ugye tavaly tettünk egy feljelentést Morvai Krisztinával, hogy megakadályozzuk az elévülést, és most arra jövünk fel a ügyészület, hogy most már itt az idő megkérdeztük. Még esetleg, hogyha annyit elmondhatnék európai parlamenti képviselőként, hogy pont tegnap, szeptember 20-án ült össze az Európai Parlament úgynevezett LIBE Bizottsága, tehát Szabadságjogi, Igazságügyi és Rendészeti Bizottsága, hogy elkezdje a magyarországi emberi jogi helyzetnek az újabb kivizsgálását, ahol ugye a bírák nyugdíjazása és hasonló dolgok kerültek terítékre, és a magyar alaptörvénynek a vizsgálata. és felszólaltam ott annak érdekében, hogy a jövő héten Budapesten látogató delegáció ezzel a kérdéssel is foglalkozzon, azaz a 2006-os véres rendőri brutalitások büntetlenül maradásával. Sajnos nem értem el ez ügyben egyelőre sikert. Annál is inkább, mert az a bizarr helyzet adódott, hogy pont szeptember 20-án, tehát a 6 éves évfordulón az a Göncz Kinga ült az elnöki emelvényen ebben a bizonyos bizottságban, aki a szemkilövető és a brutalitásokat irányító kormánynak volt a minisztere. Ettől kezdve azt hiszem, hogy nem igazán lehet komolyan venni egy olyan szervezetnek az emberi jogi intézkedéseit, instrukcióit és vizsgálatát, amelynek az alelnöke Göncz Kinga, és amelyik messzemenően elzárkózik attól, hogy ezeket az eseményeket vizsgálja, illetőleg, hogy azt a büntetlenséget, ami önmagában is a nemzetközi emberi jogi szabályok szerint egy durva emberi jogi jogsértés, azt is vizsgálná a magyarországi emberi jogi helyzet kérdéskörében. Szeretném még azt is megemlíteni, hogy a Strasbourg-i Emberjogi Bíróság kimondta azt, hogy Budaházy Györgynek a 2,5 évig tartó előzetes letartóztatása jogellenes volt, kártérítés fizetésére kötelezte Magyarországot, és szeretném ezúton is megkérni a sajtónak azon képviselőit, akik hát adott esetben önhibájukon kívül részesei voltak annak, hogy ezt a büntetést, előzetes büntetést, hogy így mondjam, előzetes fogvatartást olyan sokáig fenntartották, hogy hát gyakoroljanak önkritikát, és legalább most, hogy Budaházy György még mindig házi őrizetben van, hassanak oda és segítsenek abban, hogy valóban szabaduljon, hiszen azt hiszem, hogy minden tisztességes ember számára elképesztő helyzet az, hogy Gyurcsány szabad, Demszki szabad, Gergényi szabad, és Budaházy György pedig házi őrizetben van. És akkor ezek után azt gondolom, hogy olvassuk fel azt a beadványt, amit most átadunk a Legfőbb Ügyészségnek. Én elolvasom akkor az első oldalát, és mondja a többit. Tisztelt Legfőbb Ügyész úr! Ma van a 2006. szeptemberi és októberi tömeges rendőri erőszak szeptemberi szakasza utolsó napjának évfordulója. 6 éve ezen a napon is megengedhetetlen brutalitással lépett fel a rendőrség békés tüntetőkkel és járókelőkkel szemben. Ennek nyomán ezekben a napokban lényegében embervadászat zajlott Budapest utcáin. Akkor került közel több száz ember elfogásra, sokukat bántalmazták, megalázták, és közel 200 ember került törvénysértő módon előzetes letartóztatásba. Ezt követték azután 2006. október 23-án történtek jogellenes tömegoszlatások, tucatnyi súlyos sérülést okozó példátlan erőszakhullám formájában megvalósult megtorlóciók, lovasroham, fejmagasságban kilőtt könygázgránátok, gumilövedékek, szemkilövések, kegyetlen bántalmazások utcákon, éttermekben, önkényes fogvatartások. Mindezt azonosító jelvény nélküli rendőrök hajtották végre, a parancsnoki állomány tudtával és beleegyezésével, az akkori politikai vezetés vélelmezhető egyetértésével. Számtalan tényfeltáró jelentés és feljelentés készült és jutott el az ön által 2010. decemberre óta vezetett ügyészséghez. Ennek ellenére a felelős vezetők ellen a mai napig nem emeltek vádat, ez pedig elfogadhatatlan. Mindezért arra kérjük a tisztelt Legfőbb Ügyész urat, hogy haladéktalanul utasítsa az alárendelt illetékes ügyészi szerveket, hogy hozzanak döntést a vádemelés tárgyában, különösen Gergényi Péter volt budapesti és Bene László volt országos rendőrfőkapitányunkkal szemben, illetve a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján gyanúsítsák meg Gyurcsány Ferencet is terrorcselekmény elkövetése miatt. A volt kormányfő vonatkozásában ismert, hogy 2006. szeptember 19-én az Országházban eligazítást tartott a rendőri vezetőknek, amelyet követően az alájuk rendelt azonosító jelvény nélküli rendőrök véres megtorlásokba kezdtek. 2006. október 23-án pedig a rendőrség irányító központjában tartózkodott, minden rendőri műveletre így megfelelő rálátással rendelkezett. A rendőri műveletek mérete, kivitelezési módja, megfélemlítő hatása arra utal, hogy a személy elleni erőszakos, illetve személyes szabadságot sértő bűncselekmények sorozatát a kormányellenes tüntetőkkel és megemlékezőkkel szemben célzatosan a hatalom megtartása és az ellenállás letörése érdekében alkalmazták, szisztematikusan megszegve a rendőrség működésére és különösen a tömegoszlatásra vonatkozó jogszabályi előírásokat. Erre utaló körülmény a nem rendszeresített és a kiképzési ismeretekhez képest sokkal nagyobb hatásfokú vadászfegyverek és gumilövedékek, a szintén nem rendszeresített kínzó, sanyargató hatású műanyag szívbilincs használata, továbbá polgári lakosság elleni bevetés érdekében a honvédségtől igénybe vett gránátvetők és könygázgránátok használata. Erre utalnak az ügyészség rendelkezésére álló egyes rendőrségi rádióforgalmazási adatok is, amelyek túszejtésről, polgárok hajtóvadászatszerű üldözéséről és körbekerítéséről szólnak. Ezt igazolja az is, hogy a rendőri intézkedéseket követően a rendőrök által készített jelentések tipikusan valótlan tartalommal készültek a jogellenes rendőri cselekmények eldusolása érdekében. Folytatva, a jelentések közül kiemeljük a Civil Jogász Bizottság jelentését, az Országgyűlés Emberjogi Bizottságának jelentését és Balsai István miniszterelnöki biztos jelentését, ami az ügy összes körülményre tekintettel az akkori állami vezetők és rendőri vezetők terhére BTK 261. szakasz első bekezdésébe ütköző és azt szerint minősülő lakosság megfélemlítését célzó, tömeges személy elleni erőszakos bűncselekmény megvalósításával kimerített terrorcselekmény büntetének elkövetését tartja megállapíthatónak. Ezt a cselekményt a törvény 10-től 20 évig terjedő vagy életfogytig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. Terrorcselekmény miatti felelősségre vonás érdekében több feljelentés is benyújtásra került, többek között Völgyesi Miklós a miniszterelnöki megbízott szakértője részéről, illetve egy éve, 2012. szeptember 16-án, tehát szinte napokkal ezelőtti évfordulón, az előjárói bűncselekmények elévülésének megakadályozása érdekében az egész eseményláncolat tekintetében tettünk feljelentést. Feljelentésünk részletes indokkait, megalapozó bizonyítékokat csatoltuk, kifejtettük az egyes helyszíneken történt eseményeket, megjelöltük a rendőri vezetőket, alegységvezetőket, az általuk elkövetett cselekményeket. Olyan esetleírásokat és rendelkezésre bocsátottunk, amelyek ezen rendőrparancsnoki bűncselekmények elkövetését igazolják. Feljelentésünk nyomán hozott határozatban a Budapesti Nyomozó Ügyészség a nyomozást egyes cselekmények tekintetében bűncselekmény hiánya miatt, egyes cselekmények esetében elévülés miatt megszüntette, azonban az előjárói bűncselekmény miatt tett feljelentés során indult büntetőjárást egyesítette a Központi Nyomozó Főügyészség debreceni regionális osztályán B/2502/2010 számú folyamatban levő hasonló eljáráshoz. Legutóbb arról kaptunk értesítést a Legfőbb Ügyészség kiemelt katonai ügyek főosztályától, hogy a nyomozást 2012. július 12-ig meghosszabbították, azóta nem tudunk az ügy sorsáról. Fel kell tennünk a kérdést. Miért halad ilyen lassan a nyomozás? Egyáltalán történnek-e érdemi nyomozati cselekmények? Miért nem történt meg vádemelés a két volt főrendőr és a többi felelősséggel rendelkező személy ügyében? A 2010-es kormányváltás követően már minden iratanyag és egyéb bizonyíték, például videófelvételek az ügyészség birtokába kerülhetett. Az eltelt két év alatt minden érintett kihallgatására sort lehetett volna keríteni, minden bizonyítékot alaposan ki lehetett értékelni. Mi az akadálya tehát, hogy a vádemelés, illetve a szükséges további gyanúsítások tárgyában döntést hozzon az ügyészség? És arra hívjuk fel itt a figyelmet még a feljelentés ezen részében, hogy az alaptörvény is előírja, hogy a legfőbb ügyész és a ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőként az állam büntető igényét érvényesíti, üldözi a bűncselekményeket, és fellép a jogsértő cselekményekkel szemben, és képviseli a vádat, nyomozásban felügyeletet gyakorol. Ugyanezt mondja ki az ügyészségről szóló törvény, amely szerint az állam büntető igényét az ügyészség érvényesíti a törvényben meghatározott feltételek szerint. A büntetőjárási törvény pedig azt rögzíti, hogy a bíróság az ítélkezés során törvényes vád alapján jár el, tehát csak vád alapján lehet valakinek a büntetőjogi felelősségét megállapítani. És a végső kicsengést akkor visszaadom a szót Krisztinának. A büntetőjárásról szóló 1998. évi 19-es törvény második szakasz első bekezdése rögzíti, hogy a bíróság az ítélkezés során törvényes vád alapján jár el. A második bekezdés szerint törvényes a vád, ha a vádemelésre jogosult a bírósághoz intézett indítványában meghatározott személy pontosan körülírt büntetőtörvénybe ütköző cselekménye miatt a bírósági eljárás lefolytatását kezdeményezi. A harmadik bekezdés szerint a bíróság csak annak a személynek a büntetőjogi felelősségéről dönthet, aki ellen vádat emeltek, és csak olyan cselekmény miatt, amelyet a vád tartalmaz. A büntetőjárási elveket és Magyarországra is kötelező emberi jogok Európai Egyezményének 6. cikkét is sérti, a 2006-os megtorlásokkal kapcsolatos felelősségre vonási eljárások észszerűtlen elhúzódása és a vádemelések elmaradása. A vádemelés kérdésében történő döntés elmaradása sérti mindazok felelősségre vonáshoz fűződő jogait is, akik elszenvedői voltak a nagyszámú, személyes szabadságukat, testépségüket és emberi méltóságukat sértő bűncselekményeknek, amelyet a rendőrség állományához tartozó személyek követtek el, nem egy esetben sajnálatos módon ügyészségi és bírósági közrehatással. Kérjük mielőbb szíves intézkedését az ügyészség fenti jogszabályokból fakadó kötelezettségeinek teljesítése érdekében. Kérem, hogy az Országgyűlésről szóló 2012. évi 36. törvény 98. paragrafusa alapján szíveskedjen teljes körű választ és tájékoztatást adni az említett eljárásokról, ideértve a Göbük György által tett feljelentések alapján indult eljárásokat is. Tisztelettel Gaudi Nagy Tamás, ügyvezető, Nemzeti Jogvédő Szolgálat, országgyűlési képviselő és Morvai Krisztina, európai parlamenti képviselő. Úgyhogy így áll a helyzet. Itt azért mindenképpen szólnunk kell arról, hogy megkövetetlen a kormányzat felelőssége is, hiszen a társadalom 4/5-e a kormányváltásra szavazott, és arra szavazott, hogy történjen meg az elszámoltatás, történjen meg a felelősségre vonása azoknak, akik ezekért a véletlenekért felelősséggel tartoznak. Sajnálattal látjuk, hogy a rendőrség sem tesz meg mindent annak érdekében, hogy ezeket a bizonyítékokat összegyűjtse, és kivesse soraiból véglegesen a Hír TV által is többek között ugye feltárt olyan rendőröket, akik még mindig az állományban vannak és részt vesznek a mai napig is a működésben, illetve voltak olyanok, akik meg kiemelt előléptetést kaptak, például Dobozi József, a Rebisz volt parancsnoka, illetve Bence József, ugye későbbi időszak országos rendőrfőkapitánya pedig macedónát követ lett, tehát mi azt kérjük a kormányzattól, hogy vessen véget ennek a tűrhetetlen állapotnak, és nyilván tiszteletben tartva a jogállamiság elveit, segítse minden tekintetben az ügyészség munkáját, annak érdekében, hogy a most már a vádemelést is megtegye. 2010. decemberében a kétharmados többség választotta meg Polt Pétert 9 évre, ezért ő teljes körűen kell, hogy élvezze a kormány bizalmát ebben a munkájában. És akkor most megkérem Dukán Dániel urat, hogy röviden foglalja össze, hogy miért van ő itt, és hogy lehetséges az, hogy 2006. szeptember 20-án rendőri intézkedés alá kerülve, koncepciós eljárásban elítélve, hogy lehet, hogy mai napig nem hoztak az ügyében megsemmisítő határozatot, mai napig el kell szenvedni a jogkövetkezményeket. Holott hatályban van a semmiségről szóló törvény született, ugye, amely ezt előírná, hogy a koncepciós elítéléseket semmisítsék meg. Jó, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, hallották, Dukán Dánielnek hívnak, és azt hiszem, hogy az ügyem a magyar igazságszolgáltatás egyik abszolút kudarca. 2006-ban akkor műegyetemista diákként tartottam haza épp egy főiskolás szórakozóhelyről, amikor is a TV ostrom alatt még intézkedni nem tudó rendőrök pár nappal később összevadázták az ártatlanokat az utcáról, csak hogy meglegyen a létszám. Most én is közéjük kerültem. Akkor összevertek és gyorsított eljárásban 2 hét alatt aztán az első fok elé is vetettek, ahol és itt érdemes néhány igazi bűnöző nevét is megjegyezni: Vasvári Csaba bíró, illetve dr. Balás Norbert és Szabó Tamás rendőrtanúk által első fokon 2,5 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, valami olyanért, amit nem követtem el. Letöltendőre első fokon, így van. És csak néhány ilyen jelenet a tárgyalásról. Az egyik rendőr azt állította, hogy jobbkezes alsódobással füstgránátot, a másik, hogy jobbkezes felsődobással követ dobtam, holott nem dobtam semmit és balkezes vagyok. A ruhámnak még csak az árnyalatát se tudták leírni, holott állították, hogy egész este engem figyeltek. A bíró a 2 tanú meghallgatása között rendelt el szünetet, és ők együtt ebédelhettek, megbeszélve a tárgyalás első részén elhangzott részleteket. Külön érdekesség, hogy miatt az elsőfokú tárgyalás zajlott, engem egy másik, egyébként másodfokú bíróság épp szabadlábra helyezett, és így a börtönben már épp a szabadlábra helyezésemre készültek, amikor is visszamenve azt mondták, hogy hoppszá, nem úgy van, maradnom kell az elsőfokú ítélet miatt. Aztán október 26-án, tehát 36 nappal a velem történt események után engedtek végül is szabadon. Akkor 56-os magyarok segítségével hagytam el az országot, és egy évig az Egyesült Államokban éltem, akik egyébként sírva könyörögtek, hogy ne térjek haza, mert itthon semmi sem változott. Ennek ellenére jöttem haza a másodfokú tárgyalásra, ahol a bíróságnak még mindig fontosabb volt a mundérbecsületének a védelme, mint az igazság. Úgyhogy másodfokon kaptam 2 évet 4 évre felfüggesztve, emellett pártfogói felügyelet alá is vontak, ami ugye azt a célt szolgálná, hogy mondjuk így bűnözőket visszasegítse a mindennapi életben. Nálam ez pont fordítva zajlott, tehát akkor is még tanultam, ez elég nehezen végezhető volt, úgyhogy az én elbeszélgetéseim körülbelül arról szóltak, hogy bementem, megkérdezte, hogy minden rendben van, még mindig évfolyam első vagyok, mondtam, hogy igen, jó, akkor köszönöm szépen. Azóta egyébként már közel mindent megpróbáltunk, tehát amilyen fórumon felülvizsgálati indítványt lehetett kérni, ezen már mind túl vagyunk. Most legutóbb a pótmagánvád beadására került sor. Hát most már így kell, hogy mondjam, hogy épp a csodára várunk, hogy itt valami tényleg érdemben történni fog. Természetesen azoknak az emberek a felelősségre vonása még mindig nem történt meg, ha jól tudom, Vasvári Csaba például még mindig bíró. Tavalyi év elején is Balás Norbert az újbudai, tehát a 11. kerületi rendőrkapitányságon volt kapitányságvezető. Pillanatnyilag nem tudom, mi van vele, lehet, hogy korán őt is valami kitüntetéssel nyugdíjazták esetleg. Úgyhogy pillanatnyilag így áll az ügy, és köszönöm az itt jelenlévőknek is, meg mindenkinek, aki támogatja az ügyet, meg eleve szeretne egy szebb magyar jövőt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, két mondatot kiegészítést még tennék annyiban, hogy tehát ugye a TN-hez hozzátartozik, hogy nagyon nagy viták között, de tavaly tavasszal megszületett az úgynevezett semmiségi törvény a 2006-os elítélésekről. Itt mi kezdetőkor azt mondtuk, hogy inkább a közkegyelmi megoldást kellene választani, mert lesznek olyanok, akiknek ez nem fog segíteni, vagy nagyon el fog nehezülni az igazságtétel. Ez meg is történt, mert a semmiségi törvény több bíró, többek között Dániel bírója is az alkotmánybíróság elé vitte, megtámadta, alkotmányellenességre hivatkozott, a bírói kar gyakorlatilag elszabotálta ennek a törvénynek a végrehajtását, jelenleg is elbírálás alatt áll az ügy, 20 ember kérelmének elbírálása van most függőben, várva az alkotmánybíróság döntését. Tehát egyébként ebben már több kormánypárti képviselő is úgy nyilatkozott, hogy szerencsésebb lett volna a közkegyelmi megoldás választása. Másik oldalról pedig a jóvátételből is kimarad így Dániel, hiszen az ő ügyében, ő most mai napig ugye tulajdonképpen bűnösnek van nyilvánítva. Azt is el kell mondani a korrektség kedvéért, hogy született a jóvátétel tárgyában egy országgyűlési határozat, amelynek nyomán több 100 ember ügyében megtörtént a jóvátétel, azonban vannak nagy csoportok, akik még kimaradtak. Tehát a 2006. október 23-án a Kossuth téren és a Nádor utcában történt jogellenes feloszlatás elszenvedői nem kapták meg a jóvátételt, nem hajlandó velük egyességet kötni a rendőrség, pedig a rendőrség a kormány alárendelt szerveként ezt meg kellene, hogy tegye. Úgyhogy nagyon sok még a nyitott kérdés, ezért vagyunk most itt, hogy elsődlegesen a társadalmi igazságérzetének érvényt szerezve, és azoknak a csalódását, annak elosztatása érdekében végre történjen meg a vádemelés, mert ezekkel a két volt rendőri vezető és a akkori politikai vezetőkkel szemben, mert úgy gondoljuk, hogy ez orvosolhatatlan sebet fog ejteni mindazok számára, akik még hisznek a jogállamiság fennállásában. Úgyhogy most akkor benyújtjuk, átadjuk a beadványunkat, és amennyiben utána még esetleg kérdésük van, akkor később állunk rendelkezésre. A sajtóképviselőnek jelzem, hogy mindenki kap majd példányt a beadványból, feltettem jelezni. Köszönjük szépen, és akkor kérdezik a továbbításnak egy hét, és köszönjük szépen, hogy köszönjük szépen a segítséget, szívesen a további jószolgálatot. Hát igen, itt most úgy terveztük, hogy Budaházy Györgyel együtt tartjuk meg ezt a sajtótájékoztatót. Nyilván az ő ügyének a jelentősége miatt mi külön alkalommal fogjuk akkor az ő ügyét előtárni, de mindesetre az már önmagában egy abszurditás, hogy éppen 6 évvel ezelőtti események kapcsán került ő először komolyabb üldözésre, utána már ugye állami elleni bűncselekményen gyanúsították, meg ott is felmentették, de az ő ügye az mindenképpen összefügg és jelzi, hogy milyen, hogy áll az igazságtétel ügye. Tehát ő valóban házi őrizetben, Gyurcsány Ferenc és társai pedig még szabadlábban is. Én még annyit azért a budaházi ügyel kapcsolatban hadd mondjak, hogy azért a nemzetközi emberi jogi gyakorlatban, hogy úgy mondjam, szokatlan, vagy legfőjebb harmadik világbeli diktatúrákban szokott előfordulni az, hogy egy olyan személy, aki mint Budaházy György, mondjuk pontosan a 2006-os brutalitásokkal szemben ugye ellenállásra szólította fel az embereket, ez az az ügye, amiben többek között felmentették, amikor a blogbejegyzéseiben arra bíztatta az embereket, hogy harcoljanak a Gyurcsány rezsim mellett, ez volt ugye az ő egyik cselekvősége, a másik pedig, hogy megrongálta a úgynevezett szovjet emlékművet a 2006-os események során, és egyáltalán ugye az ellenállásnak és a parlamenten kívüli ellenzéknek egy vezető személyisége. Na most az, hogy egy ilyen ember 2,5 évet előzetes letartóztatásban töltött, megállapította róla a Strasbourg-i Emberi Jogi Bíróság, hogy ez jogellenes volt, ez az előzetes letartóztatás, kártérítésre kötelezték a kormányt, hogy ezt követően még mindig házi őrizetben van a legszigorúbb körülmények között, ugye most is csak szerencsés esetben élhetjük meg azt, hogy esetleg a tárgyalásról megteheti azt, hogy ide átjön az út másik oldalára, de lehet, hogy már ezzel is megszegi a házi őrizettel kapcsolatos szabályokat adott esetben. Tehát ez egy nonsens, és nagyon kérem a nyilvánosságot és az újságírókat, hogy foglalkozzanak lényegesen komolyabban ezzel az üggyel is, mert megint csak hangsúlyozom, hogy az, hogy Gyurcsány szabad, Demszki szabad, Gergényi szabad, Bene szabad, és Budaházy pedig most már 4 éve büntetőjárás alatt, illetőleg börtönben vagy házi őrizetben, ez azt hiszem, hogy nagyon sokakat felháborít. Most folyik ugye az eljárás ellene, most is nem tudom hányadik tárgyaláson van, és úgy látszik, hogy sajnos még nem tudott idejönni hozzánk, de fogunk alkalmat találni rá, hogy vele is személyesen találkozzanak. Köszönjük szépen! És még egy érdekesség, hogy a mai napon volt viszont Toroczkai László elleni kártérítési pernek egy újabb tárgyalása, amely most már 6 éve tart, a tévészékház ostrom miatt. Tehát számunkra ez teljesen döbbenet, hogy a rendőrség nem a elkövetők felelősségre vonásával foglalkozik, és saját soraiból való kivetéssel, hanem olyan nyakába kívánja varni a tévészékház ostrom kapcsán kialakult helyzetnek a elszámolását, aki igazából csak egy volt a sok tiltakozók között a helyszínen, de semmiképpen nem felelős azért, ami ott történt, illetve utána később az embervadászatban. Köszönjük a figyelmet, és akkor... Köszönjük szépen! Ha kérdés van, akkor szívesen válaszolunk.